tessenek jönni. Bátran. Arra még van hely, tessenek nyugodtan jönni. Hát békesség. Nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit a Csongori missziónak a soron következő csendes délutánján. Örülök, hogy újra itt Badalóban gyűltünk össze, ilyen sokan ezen a gyönyörű, merőfényes, napsütéses napon. Isten áldását kívánom az alkalomra, és nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm Badalóban mindnyájunk nevében Sanyi bácsit. Köszönjük, hogy újra Badalóra esett a választás. Isten áldását kívánjuk az igei szolgára. Tehát tessenek bejönni. Van még hely, akár bal oldalt is. Testvérek, az alkalmat szeretném egy igével megnyitni. A Lukács evangéliumának 19. részének a 10. versét szeretném felolvasni, mert így hangzik. Mert az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Hát Isten áldását kívánom akkor az alkalmunkra, és szeretném átadni a szót Sanyi bácsinak, és megkérem arra, hogy a továbbiakban is vezesse az alkalmat. Köszöntöm én is szeretettel a testvéreket. Sok helyről jöttünk, és sokan messziről hozták meg az áldozatot azért, hogy együtt lehessünk ezen a délutáron. Egészen Belegrákos, azt hiszem ez a legtávolabbi pont, és a másik oldal Visk. Közben van Palád, meg Nevetlen. És szeretném köszönteni a badalói testvéreket is. Elég fokhíjasan vagyunk testvérek, és ez nem a dicséretére válik a falunak, hogy eljövünk 120 meg 130 kilométerről, helyből meg koptatjuk a lócát a kapuban. Ezt azoknak kell átadni, akik nem méltatják arra az Isten igéjét, hogy 50 meg 100 méterről eljöjjenek. Ez elég fájdalmas. Pedig annak idején innen 67-en voltak a misszióba. Slágerlista vezető volt Badaló. És azok közül, a veteránok közül alig látok valakit. A mai délutánunk bizonyságtevői Csapóczi Irén Tiszaújlakról, a Kristofóri Ildikó Beregszázból és Géci Béla és a felesége Beregrákosról tesznek bizonyságot az új életről, a Krisztussal való találkozásukról. Ágival fogunk énekelni és éneket tanulni, ülve maradva csendesedjünk el és kérünk áldást az együttlétünkre. Édesatyánk, magasztalunk téged azért a hűségért és kegyelemért, hogy megőriztél bennünket az ide vezető úton. És szeretnénk dicsőségedre eltölteni ezt a délutánt, kérni a te áldásodat, kegyelmedet, hogy áld meg az ige útját a szívekhez, a bizonyságtételeket, és ne engedd, Uram, hogy üresen térjen vissza a te igéd. Áldunk téged mindazokért, akik áldozatot hoztak ezért a napért, és köszönjük azt a kegyelmet, amit felkínálsz rajtuk keresztül számunkra is. Engedd meg, Uram, hogy éljünk a lehetőséggel, amik tart a ma. És engedd meg, hogy amikor majd ajtót nyitsz erre a világra, és visszajössz az ég felhőben a te megváltott népedért, akkor az a nap ne érjen bennünket készületlenül. Áld és szenteld meg a szívünkben a te elhangzott igédet, és engedd meg, hogy formáljon, csiszoljon bennünket, és készítsen a veled való boldog találkozásra. Amen.
Anyára, mindenkinek van énekeslapja, az első ének, amit közösen fogunk énekelni, áldjad lelkem, áldjad életem. Krisztus hogy vezetett ki az én jó vallásosságomból. Én Nagybégányban születtem, 40 éves vagyok. Hát édesanyám görögkatolikus volt, édesapám református volt, de soha nem volt közel az Istennek. Aztán engem is görögkatolikusként kereszteltek meg. Hát nagyon sokáig semmi közöm nem volt nekem se az Istenhez, nagymamám tanított meg imádkozni, meg a mi a katolikus szokásokhoz
híven kell. Aztán hát édesapám 2 éves koromban, amikor úgy döntött, hogy neki az alkohol többet ér, mint a családja, elhagyott bennünket, így nagymamám és édesanyámék neveltek engemet. Aztán teltek, múltak az évek, ugye mindig kerestem a férfi szeretetet, mert nem volt a családban. Eljártam bulizni, szórakozni, ott is a férfiak karjaiba kerestem a vigasztalást. Aztán még 20 éves koromban megismerkedtem a mostani férjemmel. Igaz, hogy élettársi viszonnyal kezdtük meg ezt a parázna életet. Aztán ugye, mint minden parázna életnek megvan a saját gyümölcse, jött a gyerek. Hát mi ezt a gyereket nagyon nem akartunk, és elhatároztuk, hogy megöljük ezt a gyereket. Elmentünk az orvoshoz, ugye megvizsgált az orvos, azt mondta, hogy ez a terhesség nagyon előre van haladva, ezt ha el is vállalja valaki, akkor nem biztos, hogy valaha lesz gyerek. Aztán megkérdezte, hogy miért akarjuk ezt a gyereket megölni, mondtuk, hogy nagyon szegények vagyunk, albéletben lakunk, de azt mondta az orvos, hogy az Isten képes megtartani ezt a gyereket, adni gazdagságot, de nem biztos, hogyha mi ezt a gyereket elvetessük, hogy valaha lehet még gyerekünk. Na, így megtartottuk a gyereket, éltük az életünket, aztán megszületett a gyerekünk, hát nagyon örültünk, már ugye megszerettük. És 6 hónapos korában kezdődött tüdőgyulladással, beírtak bennünket a kórházba. És ottan elkaptunk egy baktériumot, ami gyomorvérzés emberi neven. Átvittek minket a fertőző osztályra, aztán ottan kiderült egy hónap után, hogy a gyerek nem reagál a gyógyszerekre, és egyszer hallottam, hogy a kezelőorvos, a főorvossal megbeszélik azt, hogy meg fog halni a gyerek, ez a csapóci gyerek, mert nem reagál semmi gyógyszerekre. Hát ugye én, ahogy ezt meghallottam, én a sokkot kaptam. Este, amikor mindenki lefeküdt, lámpaoltás volt a kórházban. Tudtam, hogy van egy Isten, aki meghallgat, de Jézus Krisztusról semmit nem tudtam. De én leborultam ezzel az Isten elé, és sírva könyörögtem neki, Uram, hogy te látod, hogy nem akartuk ezt a gyereket, most már megszerettük. Kérlek, ne vedd el tőlünk ezt a gyereket, és én esküszöm neked, hogy azt fogom cselekedni, amit te akarsz, szolgálni foglak, és oda fogok menni, ahova te akarod. Hát hála legyen az Úrnak, megmaradt a gyermekünk, az orvosok is elcsodálkoztak rajta, hogy 3 nap után olyan javulás indult be, hogy orvosilag nem tudták megmagyarázni, de én tudtam, hogy az Úr meghallgatta az én könyörgéseimet. Aztán én elindultam ugye a görögkatolikus vallás felé, elkezdtem templomba járni, igyekeztem mindenfele ott lenni, rózsafüzére eljártam zarándok utakra, Máriaposra, hát mint egy jó katolikus keresztény. És utána annyira meg voltam kötözve az én vallásosságommal, hogy én nem voltam hajlandó bemenni más templomba, csak a görögkatolikus templomba. Mikor Budapestre kerültem dolgozni, ott is felkutattam az egész Budapestet, mire megtaláltam a görögkatolikus templomot, és elkezdtem ott is járni. Aztán 2003-ban volt a 20 éves osztály találkozónk, és Isten itt kezdte el munkálkodni bennem az, hogy elkerüljek Csongorra. Elmentünk erre az osztálytalálkozóra, ott az egyik osztálytársunk, aki Csongoron szabadult, bizonyságot tett mindenki előtt. És ugye felálltuk, elmondtuk, hogy 20 év alatt mi történt az életünkben, és az egyik hölgy az semmit nem tudott mondani. Hát én elkerültem abból a faluból, nem tudtam, hogy milyen az élete. Aztán elmondták a többiek, és oda mentem az osztálytársamhoz, és mondom, Laci, nem lehetne ezt a lányt elvinni Csongorra? Hát ha neked segített, biztos neki is segíteni fog. Aztán megbeszéltük a lánya, annyi volt a kérése, hogy vagy én, vagy a Laci felesége, ha megy vele, akkor ő kész jönni, hajlandó jönni. Na hát Gyöngyike akkor terhes volt a kislánya, így rám esett a választás. Hát elmentünk, hála legyen az Úrnak, ugye elkészítette ezt a napot, elmentünk. Bementünk a misszióba. Hát
Megmondom őszintén, mindig vágytam oda menni, mindig mondtam, hogy egyszer elmegyek, mert hallottam a csodákat, amit Újlakon végzett az Úr azokkal az emberekkel, akik ott jártak, és most az Isten megadta nekem is. Ugye megkaptuk az első igét, amit szoktunk húzni a kosárból, ez volt, hogy kibocsátta az ő szavát, és meggyógyítja őket, és kimenti őket az ő vermeikből. Hát én nem tudtam akkor még hova tenni ezt az igét, hogy milyen veremben vagyok, milyen betegségem van. De ahogy napról napra mentek az előadások, kezdtem megérteni. Akkor a héten az volt a téma, hogy be van-e írva az életkönyvébe a nevünk. És az egyik női beszélgetésen, azt hiszem a második nap, vagy a harmadik nap, már nem tudom pontosan, ott mindenki a női beszélgetésen, akik már átadták az Úr Jézusnak az életét, olyan bátran mondták, hogy igen, hogy be van írva, rám került a sor, hát mondom, Marika néni, én ezt ilyen bátran nem tudom még állítani, mert ugyan bőtölök, meg imádkozok, meg adakozok, mindent, ahogy kéri az Isten, de 100%-osan nem tudom megmondani. És akkor azt mondta Marika néni, hogy kívánom neked, hogy világosodjál meg. Aztán ugye eljött az okkultizmus előadás, hát számomra az volt a tetőpontja az egésznek, mert hát ugye nem tudtam elengedni a szenteket, Szűz Máriát, ugye ahogy minket tanítanak, mert nálunk a Szűz Mária minden, nem az Úr Jézus Krisztus. Három napig vajuttam, és a folyosón az Isten adott olyan testvéreket, akik Biblia által alátámasztották, hogy nem Szűz Mária közben jár, nem, ő nem tud semmit tenni, a szentek nem tudnak mit semmit sem segíteni rajtunk. És akkor én így, hát egy becsapott embernek éreztem magam, hát akkor ez minden az egész felesleges volt az életemben, amit cselekedtem. És akkor este, hát az Úr kegyelméből, hogy mikor lámpaoltás volt, feltérdeltem az ágyamra, és minden bűnömet akkor elsoroltam az Úr Jézus Krisztusnak. Kértem rá a bocsánatot, mert megértettem, hogy egyedül ő tud engem megmenteni, megszabadítani és megtartani. Aztán ugye hazamentünk, rá másnapra tudom nagyon jó, mert elkapott az a szó engem, amikor Sanyi bácsi azt mondta, hogy milyen nagy öröm az az atyának, mikor a gyermeke elkezd a saját szavaival beszélni hozzá. És én akkor éreztem, hogy egy olyan szeretet ölel körül, amit szavakban nem lehet leírni. Mi asszonyok tudjuk azt, hogy milyen öröm, amikor a gyermeket, az újszülöttet a kezünkbe adják. Én attól 100-szor nagyobb örömöt éreztem abban a pillanatban. Akkor éreztem, hogy az atya elfogadott és szeret engem. Aztán hazamentem, ugye elkezdtem Bibliát olvasni saját szavaimmal, az Úr megtanított engem imádkozni Szent Lelke által. És visszamentem a hitmélyítőre, még akkor februárba kezdődött. Ott a megtisztításra, a házunk megtisztításáról volt a téma, a hívők embereknek. És akkor én oda mentem Sanyi bácsihoz, és mondtam, hogy Sanyi bácsi, én hazamentem innen, én minden, ami rám tartozik, a szent képeket és minden ilyen dolgokat kidobtam, eltüzeltem, de sajnos még ott van a férjem részéből a sok pornókazetta, és mondom, mit tegyek? Hát imádkoztunk Sanyi bácsival, hazamentem a férjemnek, és elmondtam, hogy ez miért helytelen. És akkor a férjem egy idő után, nem azonnal, de egy idő után saját maga elégette ezeket a kazettákat. Aztán egy fél év múlva a tiszteletesünk megkért arra, hogy nagyon jó bánok a gyerekekkel, hogy nem mennék el a gyek tanfolyamra, és hogy nem szolgálnák a gyerekek között. Hát én akkor elindultam, megtanultam, azóta szolgálok a gyülekezetünkben a gyerekek között a vasárnapi iskolában, örömhírt tartok otthon magam nálam. Aztán ezelőtt egy pár éve az Úr a szívemre helyezte azt, hogy legyen Tiszaújlakon ima közösség. Nagyon féltem ezt a szolgálatot elvállalni, de az Isten igéje azt mondta, hogy erősítsem a lankat, kezeket és a térdeket. Akkor megértettem, hogy csinálnom kell. Volt egy kis félelem bennem, de hála legyen az Úrnak, hogy azóta is tart ez az ima közösség. Aztán 3 éve lesz most novemberben, hogy
felkértek arra, hogy a misszióba tolmácsként vállaljam el a szolgálatot. Hát 3 hónapig vajuttam rajta, mert nem éreztem magam méltónak arra, hogy én ezt fogom tudni csinálni, mert azért ez egy nagy felelősség, Isten igéjét lefordítani ukrán nyelvre, nem könnyű. De az Józsué 1.9-ből kaptam a bátorítást, hogy megparancsolom neked, hogy légy bátor és erős, veled van Istened az Úr, bárhová mész. Tudtam, hogy akkor nem kell félnem. Igen, mondtam a szolgálatra, azóta ott szolgálok a misszióban, mint tolmácsként. Most novemberben felkértek a Beregszázi cigány misszióban, a gyerekszolgálatra, ott szolgálom az Úrnak. És megmondom őszintén, testvérek, hogy nagy örömöm van a szolgálatokban. Rengeteg támadás ér a férjem részéről, a gyermekem részéről, mert sajnos ők még nem az Úr gyermekei, de kitartóan és állhatatosan imádkozok értük, és úgy apró dolgokban látom azt, hogy az Úr munkálkodik az ő lelkékbe is, és mindig, mikor elszomorodom, hogy Uram, hát nem bírom tovább, akkor ad egy igét, most a legutóbb azt az igét adta, hogy visszahozom ellenség földjéről a te fiaidat, és tudom azt, hogy az Úr, amit megígér, az színigaz, és rátámaszkodható, és várom, hogy a családtagjaim is majd velem lehessenek ott, ahol az Úr nekem is helyet készített a mennybe, és biztosan állíthatom most már, hogy örömöm van, az életkönyvében van a nevem. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam. Amikor teljes sötétség borul rám, ezt az éneket keresik meg magunknak. Thank you.
áldás, békesség. Kristofor Ildikó vagyok Beregszázból. Bizonságtételemet egy igével szeretném kezdeni. Jobb könyve, 10. rész, 12. verse. Élettel és szeretettel ajándékoztál meg, és gondviselésed őrizte lelkemet. Arról szeretnék ma bizonságot tenni a gyülekezet előtt, hogy az Isten hogyan őrizte meg az életemet az ő gondviselő szeretetével. Szeretnék bizonságot tenni az ő irgalmáról, a végtelen türelméről, hogy ilyen türelmes volt a családomhoz és hozzám, és arról, hogy hogyan volt személyes találkozom Jézus, hogyan lett személyes találkozásom Jézus Krisztussal, és így ajándékozott meg örök élettel. Mikor Sanyi bácsi felkért a bizonságtételre, ugye persze akkor rögtön jöttek bennem a gondolatok, visszatekintettem a múltunkra, és Isten megvilágosított bennem, nagyon sok mindent megvilágított, hogy a családomat hányszor és hányszor szólítgatta meg az Isten, hányszor szólította meg a szüleimet, hányszor szólította meg a nagyszüleimet, hányszor adott megállópontot az életükbe és az én életembe, és nem akartuk észrevenni, és nem fordultunk felé. Emlékszem, akkor még én nem születtem meg, mikor 10 évre ítélték el Szibériában nagyapámat, aki Isten kegyelméből 5 év után hazatérhetett a családjához. Én még akkor még nem voltam sehol, az édesanyám is kicsi gyermek volt, de nem hálát adott érte az nagyapám, hanem szegény szitta az Istent, szitta a papokat, és majd mikor mi megszülettünk, akkor is ezt hallottuk tőle. Nagyon sokat káromolta az Isten nevét, bár nagyon jó embernek tartották, mert segítőkész volt, becsületes ember volt, de nagyon távol élt Istentől, és távol élt az egész családom. Majd az volt a következménye az Isten nélkül életnek, hogy egyik nyomorúság jött az életünkbe a másik nyomorúság után. Levágták az egyik lábát, majd később a másik lábát is, nagyon sokat szenvedett. A nagymamám az becsülettel és szeretettel gondozta és ápolta őt. Emlékszem, az édesapám 2-szer szenvedett súlyos autóbalesetet, amikor az autó totálisan összetört, felismerhetetlenségig tört össze, de ő neki még csak egy karcolás sem esett rajta, és mégsem fordult az Istenhez, nem kellett az Isten. A testvérem 18 éves korában olyan súlyosan beteg lett, hogy akkor láttam először a szüleimben azt a nagy félelmet, azt az aggódást, hogy meg fog halni, mert ilyen vírusos agyhártya gyulladása volt, és nem tudtak az orvosok valamit kezdeni. Isten kegyelméből életben maradt, a szüleim nem keresték az Isten. 19 éves voltam, amikor lebénult a nagymamám, és velem maradt ő, együtt laktunk egy házban a szüleimmel, nagyszüleimmel, és velem maradt, majd ebben az időszakban ismertem meg a férjemet, aki a későbbi férjem lett, amikor találkoztam vele és megismertem őt, akkor azt mondta a férjem, hogy nincs Isten. Énnek bennem volt egy Isten kép, hogy valahol van, valahol létezik, valahol messze, biztosan ő szabja meg, hogy mikor születtünk, meddig élünk. Ennyi volt a hitem. A férjem azt mondta, nincs Isten. Nincs Isten, ha engedte őt úgy felnőni, hogy mindig éhezett, és mindig nélkülözött, és nem volt családja. És én nem vitatkoztam vele, csak haragudtam rá, hogy ezt mondja. Amikor aztán összeházasodtunk, és megszületett a kisfiunk, rá 2 évre megszületett a gyermekünk, akkor 2 éves volt a fiam, amikor lebénult az édesanyám is. És ott voltam a 2 beteggel, nagyon nagy nyomorúságban. Az édesapám szerette az alkoholt, alkoholista lett. Aztán édesanyám is a pohárhoz nyúlt, lehet, hogy ennek is volt a következménye, hogy lebénult. Nagyon nagy békétlenség volt a házunkban, így nőttünk fel, hogy voltak békés napjaink, amikor békét kötöttek a szüleink, és volt sok háború. Ebben nőttünk fel, aztán vittük mi is ezt tovább. A férjemmel bár soha nem volt ilyen, valóban ilyen szeretett kapcsolatban élünk és éltünk, akkor is, mikor még Isten nélkül éltünk. És mikor lebénult az édesanyám is, akkor valóban annyira már meg voltam terhelve, ott volt a nagymamám és édesanyám is bénán, sok minden volt rajtunk. De kiderült, hogy az én gyermekem
nem kezdett el beszélni. Már 3 éves volt, még mindig nem beszél. Elkezdtünk vele orvostól orvosig szaladgálni, hogy mi van ezzel a gyerekkel, hogy nem akar beszélni. Az orvosok nem tudtak mit mondani. Különféle vizsgálatokon estünk keresztül, de nem tudtak mit mondani, és mindig vártuk, hogy majd csak egyszer megszólal. Istenem, azért felkiáltottam én néha az Istenhez, hogy Istenem, hát soha nem fogom tőle hallani azt, hogy anya, mikor fogja már kimondani azt a szót, hogy anya, annyira vágytam rá. És múltak az idők, és nem beszélt a gyermekem. Egyszer észrevettük, hogy különös kötődése van az Istenhez, mert amikor elmentünk a templom előtt, a római templom előtt is, beregszázva a katolikus templom előtt, és bármilyen templom előtt, a református templom előtt, akkor ő összetette a két kezét, és mindig meghajolt. És nem értettük, hogy miért teszi ezt. Hát, furcsálottuk. Aztán 6 éves korában, amikor már 6 éves volt, még mindig nem beszélt, de úgy kommunikáltunk, hogy mindent hallott, amit mondtunk neki, ő mindent megértett, ő pedig különféle jelekkel jelezte, hogy mit szeretne. És elkezdte mutogatni 6 éves korában, hogy őt vigyem el a templomba. És nem értettem a kérését, és nem akartam menni. Nem vágytam oda, mert ismeretlen volt, mit csináljak én ott, nem tudom, mik a szokások. Aztán addig kérte, napról napra kérte, hogy vigyem el a templomba, hogy egy vasárnap megígértem neki, egy szombaton megígértem neki, hogy vasárnapra felkelünk, akkor elviszlek a templomba. És mikor korán felébredt, akkor nagy boldogan nézett rám, nagy boldog szemekkel, hogy ma őt elviszem, nem felejtette el. És akkor elindultam vele, és körbejártuk a templomokat, még végül bementünk a református templomba, és éppen Isten tisztelet volt, leültem, és egy asszony eliben tolta az énekes könyvét. És elkezdtem olvasni az énekeket, nem tudtam énekelni. Elkezdtem olvasni, és azt éreztem, hogy minden egyes sor az én életemről szól. Minden egyes mondat rólam szól, és nem tudtam más tenni, csak sírni, zokogni. És mikor kijöttem a templomból, azt éreztem, hogy valami nagyon nagy békességet kaptam, valami olyat kaptam itt, amit még eddig soha nem éreztem. És hazamentem, és elmondtam a férjemnek, hogy valami olyan béke járt át a szívemet, hogy én ide akarok menni, én ide akarok járni. És azt mondta, hát menj. És jártam, vittem a gyermekemet, és aztán egyszer a gyermekem oda ment az apjához, és elkezdte őt is rángatni, hogy jöjjön ő is velünk. És így indult el a férjem is. És akkor elindult ő is az Isten házába, és bizony, hogy érezte, hogy neki is szüksége van rá. Aztán fél év múlva kaptam egy evangelizációs kazettát, mert bár hívtak evangelizációra, hogy lesz Beregszázba, éppen Sanyi bácsi evangelizált nálunk 2006-ban, de hát akkor még sok volt a kifogás, még nem volt időm menni. Majd elhozták hozzánk haza a heti anyagot, az evangelizáció anyagát, és én otthon a szobám mélyén meghallgattam ezt a kazettát, és akkor életemben először meghallottam, hogy van Jézus Krisztus, hogy meghalt, hogy keresztre feszítették, hogy meghalt én érettem is, az én bűneimért is, és ami a legcsodálatosabb, hogy meghallottam azt, hogy harmadnapon föltámadt, hogy ő legyőzte a halált, hogy a halál után van élet, és ez az enyém is lehet, és ez egy olyan örömmel járt át a szívemet, és járja át ma is a szívemet. Olyan halál félelmem volt mindig. Mindig azt hittem, hogy csak annyi az élet, hogy meghalunk, és betesznek a koporsóba is vége. És megkérdeztem akkor, miért érdemes élni, akkor minek kell itt küszködni. És mikor meghallottam, hogy nincs vége, van tovább. Na ez a hit, ami az én életem mozgató rugója. Ez az a hit, ami reményteljes jövőt ad az életembe és az életünkbe. És a családomból nagyon sokan megtértek, és megtért az édesapám is, mielőtt meghalt. És tavaly meghalt az édesanyám, és 17 évig ápolhattam őt. És hiszem, hogy az Úrnál van. És hiszem, hogy fogok vele találkozni, fogok velük találkozni. És olyan csodálatos, hogy a kisfiam 8 éves korában, a gyülekezet nagyon sokat imádkozott érte, én is imádkoztam érte, és a fiam 8 éves korában elkezdett beszélni. Kiderült, hogy autista.
Az autisták általában vagy beszélnek, vagy nem beszélnek. Azt mondta egy specialista, hogy ilyen, ez minden szabály felülír, hogy ő 8 éves korában elkezdett beszélni, de hát az Istennél nincsen lehetetlen. Nem beszél tisztán, ő autista is marad, az is lesz. Itt a föld életét így kell, hogy leérje, de nem ez számít. Az a fontos, hogy a lelke legyen épp. És tudom, hogy ha az Úrnál leszünk a mennyben, ő is, én is tökéletes lesz. És ennek tudok örülni, és tudunk örülni, és hálásak tudunk lenni. És azt, amit régen nyomorúságként éltem meg, azt most hálaként élem meg. Köszönöm az Istennek, hogy megajándékozott egy ilyen gyermekkel. Megköszönöm azt a sok nyomorúságot, azt a sok betegséget, amin keresztül ment a családom, mert ez az út volt az, amely Istenhez vezetett. Ez az út volt az, hogy nekem örök életem legyen. És az Isten ott tud használni, ahol tanított. A betegek között tud használni, oda-vissza szolgálni. Aztán még nem mondtam el, hogy fiatal koromban 14 évig árultam a bort, és 14 évig itattam az embereket, és most ott tud közöttük használni. Mert szeretettel fordít az alkoholista felé, és szeretettel megyek hozzájuk. És az csodálatos, hogy nem a körülményeinket változtatta meg, mert megmaradt a nyomorúságunk, mert van nyomorúságunk, de megváltoztatott engem, megváltoztatta a férjemet, megváltoztatta a gondolkodásmódomat, és ezáltal adott türelmet, még persze, hogy tanulnom kell, adott megbocsátást, hogy tudjak megbocsátani, és ez a nagyon nagy dolog, hogy tudjak bocsánatot kérni. Egy kicsit lecsendesített, aminek a férjem örül, meg általában a férjek örülnek. De az, hogy van egy csodálatos gyülekezetem, amiért hálás vagyok, van egy csodálatos családom, már úgy értem, hogy gyülekezeti családom, amivel mindig örömmel megyek be. És kaptam az Istentől békességet, kaptam az Istentől reményteljes jövőt, kaptam az Istentől biztonságot. Olyan nagy dolog ezt ma elmondani, hogy biztonságban élek, mert ő a tenyerén hordoz. És ezt nem lehet semmivel emberrel nem lehet felfogni. Nem szeretnék más tenni az életben, csak az ének szavaival élve, felszabadultan szolgálni néked, s veled járni nap-nap után. Ez minden vágyam az életben, mellette megmaradni, benne megmaradni, Jézus Krisztusban maradni, teremni az ő gyümölcseit, és vele járni nap-nap után. Még engedjék meg, hogy egy igével befejezzem. Pál levele a Filippibeliekhez, 3. rész, 12., 13. és 14. verse. Pál egyenest a cél felé fut. Nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már célnál volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott a Krisztus Jézus. Testvéreim, és nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek, ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé. Istennek mennyei elhívásának Krisztus Jézusban adott jutalmáért. Köszönöm szépen! Van még egy énekünk, messze fenn egy hegyen áll egy régi kereszt. Thank you.
Engem Gőci Bélának hívnak, Bereg Rákosról érkeztem feleségemmel, és arról az Úr Jézusról szeretnék én is bizonyságot tenni, aki a mi családunkba is átvette az irányítást. Én rólam tudni kell, hogy én egy Jehova tanú családban születtem. És nálunk a munka volt mindig az első. Vasárnap is nem igeolvasás volt, hanem szénázás. 12 éves voltam, amikor az a zabukakam balesetet szenvedett és eltörte a hátgerincét. A bátyám katonának elvitték, érám szakadt minden teher. Nem panaszkodom, mert az anyám mindent megtett annak érdekében, hogy jó neveltetés kapjak időző jelesen, tehát Isten nélkül. Megnősültem. Most 3 gyermek édesapjaként állok itt, és 2 unokánk is van. És én vagyok most az az ember, aki megutalta a régi életét annyira, hogy annyira leittem magamat, és annyira az ördög átvette a családunk felett az irányítást, hogy egyszerűen tőlem menekültek otthonról. Nagyon sokszor a feleségem 2-3 gyerekkel el kellett, hogy menjen, akar az én anyámnak, akar a saját anyjának, mert nem volt békesség. És én egy idő után annyira megutaltam ezt, nem segített az orvosi kezelések, engemet is legalább 5-ször csepegtettek infúziósan. Nem segített, időzített bomba voltam, és újra robbantam. Volt olyan eset, hogy kegyetlen sokat ittam. És akkor eljött egy nap tiszteltes úr a házunkba, és felajánlott, hogy elvisz engem egy csomborra. És én igen mondtam, mert nem láttam a reményt az életembe, szerettem a gyermekeimet. De hogyan is lehet egy olyan apát szeretni, aki a saját gyermekei arcáról lellopja nap mint nap a mosolyt. Ez egy kényszer szeretet volt csak, nem igazi. És ahogy bekerültem a csongori misszióba, nagyon-nagyon rossz állapotban, és én ott megéreztem az Isten jelenlétét, és akkor nem tudtam, hogy kihez mit, de én ezt akartam tiszta szívből. És könyörült rájöttem az Isten, és kegyelmet kaptam. Én mikor hazamentem, utána a feleségemnek is elmondtam, és ő is eljárt velem, és most úgy állok itt, hogy én is a házam népe. Kijelentettem, hogy az Urat szolgáljuk. Sokszor nehéz. Sokszor olyan dolgok történnek, csak egy példa a mai nap. Elmentünk szavazni, jövünk hazafele, befüstölt a hátsó kerekem. Hogy jövünk mi bizonyságot tenni? Mégis itt vagyunk, mert az Úr csodálatosan működik. Én arról szeretnék továbbra beszélni, hogy hogyan vezet engemet az Isten. Megtérésem után rá egy évre bibliaórát kezdtünk el tartani a feleségemmel, mint diakónus, az öregeknél, nyugdíjasoknál. Az első csoda az életemben az volt, amikor Aranka néni halál előtt 6 héttel elfogadta az Úr Jézus, és örömmel távozott el, ragyogott az arca. Ott voltunk akkor este, és őnál, amikor másnap eltávozott, végig imádkoztuk, és végig énekeltük az éjszakát. A sajátjai féltek ott lenni. Mi ott voltunk, és boldogok voltunk. Utána elhívást kaptam a magyar iskolába gondnokként. Testvéreim, én hiszem és vallom azt, hogy semmit sem cselekedhetünk az Úr Jézus nélkül. De az Isten lelke annyira munkálkodott akkor is, hogy rávezetett engemet arra, hogy szólítsam meg az igazgató urat, hogy nem lehetne én minden reggel igét olvasni a magyar iskolában, a tanulóknak. És azt mondta, Béla, ha senki engemet nem fog bearulni, azt mondja, én engedélyt adok erre. Végig kérdeztem minden tanárt, senki sem mert
nemet mondani. Azóta is szól az ige, minden reggel tanítás előtt a Beregrálkosi Magyar Iskolában. Csodálatosan működik az óra. Jelenleg Budapestre mentem olyan céllal, hogy nagyon-nagyon kevés volt ugye a fizetés, sem és családban fel kell, hogy tartsam a családomat. Nem tehettem meg azt, hogy a gyerekem úgy nézel rám, 13 éves fiam, hogy szegények vagyunk, és semmire sem futja. Nem csak ez volt a célom, hanem az, hogy kipróbáljam magamot. Hogyan tudok én ott? Szeptember 11-től voltam több alkalomkor már fent Budapesten, és saját bőrömön tapasztaltam azokat a dolgokat, hogy milyen roblottság és milyen nehézségek vannak ott. A mi fiataljaink, férfiaink ott züllenek, ott az éjszakák, a hétvégék, azok borzasztóak. Nekem van egy szent szobám, ahol négyen szoktunk lenni. Nem nyitnak rá a ajtót. Engem békén hagynak, de kint buliznak. Valamilyen szinten van korlát, de mi erőnk ehhez kevés. És most megutaltatta velem a Zóra Esztert is, hiába majd minden nap sikerült bizonyságot tennem az Úr Jézusról. Nagyon sok emberrel dolgozok, cigányok nagyon vágyódnak a bizonyságtételekre, és nagyon úgy érzem kívülnek, mintha én ott hasznos lennék, és mégsem vagyok a helyemen, mert az én helyem itthon van a családommal, hogy továbbra tudjam a gyermekeimet nevelni az unokáim mellett. A pénz nem boldogít. Én úgy gondolom, hogy én amment mondok a Budapestre, és újra még a szegényebben is fogok élni. De én engedem, hogy vezessen a lélek. És a lélek vezetése az mindig a szív vágyai, amiket mi nem látunk, de elhiszünk. És letérdelünk, és imádkozunk érte. És ha vannak újra a születések Beregrálkoson, mert működik az Úrnak a lelke. Ez nem az én érdemem, hanem az Úré. Hát akkor legyünk mi is a helyünk kükükön, és ne a pénz után fussunk, hanem azt cselekedjük, ami az Úr szemében jó, hogy kincseket gyűjtsünk a mennyekbe. Üres kézzel jöttünk, és üres kézzel dolgozunk el, és én ezt komolyan veszem, és én nagyon-nagyon szeretném mindnyájatok lelkére kötni, hogy Istennél olyan békességet és nyugalomra találtatok, ami belőled jön. Nem tudjuk, hogy honnét van. Mégis örömmel fogadjuk a próbákat. Erről a feleségem fog. Vannak próbák, vannak nehézségek, de mindig le lehet térdelni, és mindig lehet az Úrtól kérni a segítséget, mert mi magunk semmik és senkik vagyunk. De a lélek mindig velünk van, és vezet bennünket. Én ezt kívánom számotokra, hogy mindnyájan, akik még nem, ösmerjétek meg az Úr Jézus Krisztus, és kérjétek a kegyelmet, mert ő nem személyválogató. Köszönöm szépen! Felesége Gőci Klára vagyok. Én harmadikként születtem meg a családba, úgymond már volt egy fiú és egy lány, és én úgy gondolom, hogy Isten akaratából történt ez a dolog is, mivel hogy már nem terveztek, és gyerekkoromban én református családban születtem, és mindenkor Isten tiszteletre eljártunk, és úgymond Isten közelében voltunk minden alkalmon. A 90-es években, amikor megindult ez a szabadosság, hogy lehetett buzgolkodni az Úrban, én elkerültem Magyarországra az első világtalálkozóra, és ott az ige úgymond megfogott, hogy boldog az, aki a kősziklára építi az ő házát, az Úr Jézus Krisztusra. Igen, és én elméletben el is fogadtam, de viszont ez csak az én elmémben volt megfogalva. És akkor hazajöttünk, itthon újra tovább ment ez a buzgóság, gyülekezetbe jártunk, nagyon boldogan, énekkarban szolgáltam az Úrnak, úgymond, de kapcsolatom ővele nem volt. Mivel, hogy nem kértem ki a házasságomat sem, csak beleugrottam ebbe a mély kútba,
és elkerültem ebbe a családba, és én úgy érzem, hogy ez is visszafogott az Úrtól, mert én félve vettem elő, ha elővettem a Bibliámat, mivel hogy féltem, hogy akkor már jönnek zaklatni, és az ő elvüket, vallásukat én rám erőltetni. De hála az Úrnak ez nem történt meg, de így nagyon-nagyon az Úr nélkül dolgoztunk, haladtunk, építkeztünk, mindenünk megvolt, de békességünk nem. És ahogy ő elkerült a misszióba, ugye én is eljöttem egy-egy alkalomkor mindig, és ott is az első alkalommal fel is van írva a könyvecskémbe, ugyanez az ige szólott, hogy a kősziklára építsd a házadat. Jól van, én már ezt hallottam. Úgymond az írás azt mondja, szól az Isten egyszer, kétszer, de nem biztos, hogy harmadszor fog. És így történt az én megtérésem nagyon hosszadalmasan, mivel hogy én úgy gondoltam, hogy én jó vagyok. Én ilyen férfi mellett és 21 néhány éven keresztül türelmesen, és soha nem volt az elmémben, hogy én elválok, mert tudtam, hogy Istentől ezt nem szabad megcselekedni. És így aztán az ige, amit az első alkalomkor kihúztam, a férjem világosított rá a hitmélyítőről hazajövet, hogy minden ige nekünk szól. És ez az ige, az volt az Ézsaiás 54:8-ból, hogy búsulásom felhúzdultában egy pillantása elfordítom orcámat előled, de örök irgalmassággal könyörülök rajtad, azt mondja az Úr. És én, mikor elővettem a Bibliámat és elolvastam az Ézsaiás 54. fejezetét, ez mind nekem szólt, mert azt mondja, hogy mint fájó lelkű asszony, hív téged az Úr, és kegyelmébe fogadott, és én olyan könnyek közt megkönnyebbülve, és aztán fokozatosan, ahogy a misszióba eljártunk, mindenkoron az ige tisztított, és felhozta azokat a, míg mondjuk, titkos bűnöket is, amiről mi úgymond nem is gondoltuk, hogy az bűn. Mivel, hogy amikor megesküdtünk, én őt nem szerettem, és Isten előtt azt mondtam, hogy igen. És már ez is büntetés Istentől, mert nem igazság. És olyan hálás vagyok, hogy őt szánta nekem az Úr, mert ő általa kellett nekem is megismernem az igazságot. És még azt szeretném elmondani, hogy mindenek közepette, hogy hogyan tud Isten beszélni velünk az igén keresztül. Ez nemrég történt meg velem, mivel hogy karácsony előtti időszakban egy műtét elé kerültem, és már a szútrahang előtt is az igék mind vezettek, hogy téged most fiadba fogadol igén keresztül. Le is írtam mindegyiket, de én nem vagyok ige hirdető, hogy most ezt felolvassam, de mindent lépésről vezetett az igény keresztül, hogy megfeddelek, de hogyha mindezeket kiállod, ezeket a szenvedéseket, akkor a dicsőségbe fogadlak. És a Zsidók 12:11-ből, hogy milyen jó ezek a próbák, és most egy héttel ezelőtt már úgymond teljes közelségbe kerültem Istenhez, mert annyira a betegség kapcsán és a gyógyszerkezelés kapcsán előjött olyan erős probléma, hogy azt hittem, hogy Uram, most már megyek hozzád. De akkor is csak az ige és az SOS kiáltás volt a mai igébe, amikor elolvastam később, hogy hogyan beszél velem az Isten, és hogyan menekít ki már rögtön. És nem szaladok orvoshoz, felhívtam, igen, szombati napon, ugye nem fogok zavarkodni. Megmondta, hogy milyen gyógyszert vegyek meg, hogy elállítsák a vérzést. És itt vagyok, és megerősödtem, pedig nem volt jártamnyi erőm már a szanyósomnál, el is ájultam majdnem mellette. De annyira meg tud erősíteni az igény keresztül, és ez a békesség, amit ő tud adni, hogy milyen jó ővele lenni,
és ő hozza hazamenni azt a békességet, én nem tudom elmondani, ami megtörtént velem egy héttel ezelőtt. És azt kívánom, hogy mindenki találja meg az Úr Jézust, mert ő a mi egyedüli reményünk, és ő tudja a mi utainkat, hogy mi végre teremtett. És tudom, hogy ő nem akarja, hogy a holtak hazájába kerüljek, mert az élők dicsőítik az Isten, és ő neki terve van velem. És tudom, mert szüksége van az unokánknak is ránk, mivel hogy a kisfiú, a 7 éves, nagyon látássérült, és sok dolgunk van még ebben az életben is, hogy Krisztushoz vezessük, hogy mindenki, a mi családunk, az ő országában legyünk, és legyen nevünk felírva a mennyekben. Kívánom ezt a boldogságot és ezt a reménységet mindenkinek. Időhirdetés előtt 3 éneket szeretnék énekelni. A legközelebb ünnepünk az nagy péntek lesz, amikor az Úr Jézus kereszt halálára fogunk emlékezni. És ez a kereszt nem csak akkor állt, amikor ő meghalt értünk, hanem ez a kereszt ma is áll. Ez a kereszt, hogy ma is lerakhatjuk a mi terveinket, hogyha oda visszük, erről szólnak a következő énekek. A kereszthez jövök kegyelmedért, a kereszthez jövök, hol értem folyt a vér, erőd által járhatom az utat, alázattal követlek, karod kitárva a nevemen hívsz, te fogadsz, bár bűnös vagyok. Érzem, írgalom ért eléd, boldog.
köszönjük megváltó úrunk Jézus Krisztus, a te szabadító kegyelmedet, amit 2000 év óta végzel az emberi életekben. Köszönjük, Urunk, hogy irgalmas és kegyelmes voltál hozzánk, és abban a nyomorúságban, amiben vergődött a lelkünk, lehajoltál hozzánk, megálltál mellettünk, és életet szavaztál nekünk. Légyél te áldott. Segíts, Urunk, hogy ezt a megszabadított életet feltehessük a te oltárodra, és hála áldozatként hadd égjen ott el, a Krisztus jó illatát árasztva. Áld meg a te hívő népedet Kárpátalján, és őrizd meg bennünket arra a napra, amikor elveszéltünk az ég felhőiben. Segítsünk olyan bizonyságtevő életet élni, amelyet a dicsőségedről, a te szabadító kegyelmedről, meg nem érdemelt szeretetedről beszél. Engedd meg, Uram, hogy olyan életet élhessünk, amely kívánatos lesz mások számára. Hálát adunk ezért a délutánért. Köszönjük, Urunk, a bizonyságtevőket, és áldunk téged mindazokért, akik szerte ezen a világon hirdetik és cselekszik a te akaratodat. Áld meg ezt a csendet számunkra, kérünk. Amen. Isten igényét a János írása szerinti evangélium 13. fejezetéből olvasom, a 21. verstől. Mikor ezeket mondta Jézus, igen nyugtalankodott lelkében, és bizonyságot tőnés mondva. Bizony mondom néktek, hogy egy ti közületek elárul engem. A tanítványok akkor egymásra tekintének, bizonytalankodva, hogy kiről szól. Egy pedig az ő tanítványa közül a Jézus kebelén nyugszik, akit szeretett Jézus, itt azért ennek Simon Péter, hogy tudakozza meg, hogy ki az, akiről szól. Az pedig a Jézus kebelére hajolván mondané ki, Uram, ki az? Felele Jézus, az, akinek én a bemártott falatot adom. És bemártván a falatot, adá Iskáriótes Judásnak, a Simon fiának. És a falat után akkor beméne abba a sátán, mondd azért néki Jézus, amit cselekszel, hamar cselekedjed. Ezt pedig senki nem értette a leültek közül, miért mondta neki. Némelyek ugyanis állíták, mivel hogy az erszény Judásnál volt, hogy azt mondta Jézus néki, vedd meg, amikre szükség van az ünnepre, vagy hogy adjon valamit a szegényeknek. Az pedig mihelyt a falatot elvette, azonnal kiméne, vala pedig éjszaka. Testvérek, közeledik a nagypéntek, közeledik a húsvét, amikor megemlékezünk az Isten nagy tetteiről. Ha a karácsony a Krisztus földre jövetele, annak az emlékére ülünk karácsonyt, hogy Isten földre küldte az ő szeretetét. Ha nincs nagypéntek, ahol ezt a szeretetet szétosztja az Isten, amit nem követ majd a húsvéti feltámadás, akkor bizonytalanságban van a világ, és az Isten hívő népének nincs reménysége. Isten mindent sorjába végez, és most szeretnék arról az ő tanítványáról beszélni, akit Jézus csak úgy, mint a többi tanítványát elhívott, és ez Judás. Ki ez az ember? A Márk evangéliumának a 3. részében, amikor arról beszél Jézus, hogy felment a hegyre, és magához szólított, akiket akart, és hozzá menének, választott 12-t, hogy vele legyenek,
és hogy kiküldje őket prédikálni, hatalmuk legyen a betegeket gyógyítani, és ördögöket kiűzni. És sorolja a névsort. Simont, akinek Péter nevet adott. Jakabot, a Zebedeus fiát, és Jánost, a Jakab testvérét, amely Mennygörgésnek fia, Andrást és Filepet, Bertalant és Mátét, Tamást, Jakabot, az Alfeus fiát, Taddeust, és a kananai Simont, és Iskáriótes Judást, aki el is árulta őt. Kiválasztott embereket hívott el Jézus. Nincs önként jelenkező, akiket ő akart. És ő úgy akarta, hogy a 12 tanítvány között ott legyen Iskáriótes Judás is. Vannak állítások, amikor azt mondják, hogy eleve el volt rendelve Judás árulóvá. Nem írja a Biblia. Isten eleve a kárhozatra senkit nem rendelt el. Tudjátok miért nem? Mert beleszülettünk a kárhozatba. A bűneset után mindnyájan a kárhozatba születünk. A kárhozatra senkit nem kell elrendelni. Mindent a kárhozatba van. A kárhozatból akar kihívni. És a tanítványokat azért hívja magához, hogy ráébressze 3 éven keresztül, hogy ők elveszett emberek. És azért hívja magához, hogy megtanítsa őket a megtérés útjára, hogy Krisztusnak szentelt életet éljenek a megtérés után, és elvigyék az örömhírt a világ minden tájára. Szerte a világra kiküldi őket áldozó csütörtökön. És köztük van Judás. Mindegyiket azért hívta el, hogy vele legyenek, hatalmat adott ördögöket üzni, betegeket gyógyítani és prédikálni. Minden 4 karizmát megkapta Judás, úgy, mint a többi. Miért történt a tragédia mégis Judással akkor? Az árulás nem volt ok, hogy elveszem. Azt írja a 3. részben a János evangéliuma, ez pedig a kárhoztatás, hogy a világosság a világra jött, és az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert az ő cselekedeteik gonoszak valának. Mindenki bűnös háttérrel jött Jézushoz. Péter is, János is, Jakab is, mindegyik tanítványa. Judás megmaradt az ő bűnös állapotában. És a 3 évet úgy járta végig Jézussal, hogy ette a fiak kenyerét, ette a mennyei mannát, amire tanította Jézus őket, gyakorolta a hatalmát, amit kapott Jézustól, és mindemellett ő volt a pénztáros, aki lopta a pénztárt. Tehát nem az a bűne volt csupán, hogy ő volt az áruló, mert Péter tagadott. Nem volt kisebb, meg nagyobb bűn az árulás, mint a tagadás. Ő még bűnözött is 3 évig mellette. És mivel Judás távol volt Jézustól, a Szentírásban sehol nem olvassuk azt, hogy Úrnak vallotta volna Jézust. Számára csak Mester volt mindig. Nem mondta ki egyetlen egyszer se, hogy Uram. És megvolt ez a tisztes távolság Jézus és Judás között. Jézus segítségére jön ennek az embernek. Nem kárhozatlanul. Azt mondja a vacsora közben, egy közületek elárul engem. A tanítványok mind a 12-en felkapják a fejüket, hogy vajon ki az.
És ez azt jelenti, hogy közülünk bárki lehet áruló. Bárki. És mégis tudni kellene, hogy végül is ki az. János a legfiatalabb tanítvány, balkezükre támasztották a fejüket, mert 20 centi, 25 centi magas asztalnál ültek, a lábuk kifele volt mindnyájuknak, és ő a legközelebb volt Jézushoz, és a kebelére tette a fejét. Péter pedig mondta, hogy tudd meg már, hogy ki az. És azt mondja Jézus, az, akinek én a bemárkott falatot adom. Egy mentőövet dob be Jézus Judás felé, hogy itt a bűnbánat lehetősége, le kellene tenni a bűnt, amit hordozol 3 éve már. Segítség ezt, testvérek? Meg akarta Jézus menteni Judást? Feltételezhetjük azt az Úr Jézusról, hogy kárörvendő volt. És tudni kell, hogy a keleti ember, ha a vendégségbe hívott valakit, akkor a bemártott falatot a legkedvesebb vendégének adta. Ezek szerint azon a vacsorán Judás volt a legkedvesebb Jézus számára, mert a maga elveszett állapotában volt ott. Akinek én a bemártott falatot adom, és Judás kapja a bemártott falatot. És ez azt jelentette, hogy Judás, ismerlek téged. Tudom, hogy ki vagy, tudom, hogy 3 éve lopsz. Azt is tudom, hogy nem szeretsz engem. Használod a javaimat, amivel megáldottalak, és visszaérsz vele. Testvérek, ezek hadd gondolkodtassanak el bennünket afelől, hogy a megtérésünk, az, hogy Isten ránk talált, hogy elhívott, szolgálatba állított. Megy a szolgálat? Tesszük a dolgunkat? Mert mire váltott meg bennünket? Mire kaptuk az új életet? A szabadságot, hogy ne kelljen a bűn rabszolgaságában élni. Az kamatozik valahol? Azt szokták erre mondani a hívők, hogy járunk bibliórára. Hát ez éppen nem szól, tudjátok? Mert ha én azt mondanám el, hogy én napjában 3-szor asztalhoz ülök otthon, és minden nap 3-szor szolgálok, reggelizek, ebédelek, meg vacsorázok. Ez nem szolgálat. Aki bibliórára jár, az nem szolgálni jár, hanem táplálkozni. Ezt az energiát kellene leadni valahol. Elvinni valakinek. Milyen érdekes, hogy Béla elmegy az iskolába, és azt mondja az igazgatónak, nem lehetne igét olvasni minden reggel a tanároknak. Mert az igaz nem megy vissza üresen, az nem tér vissza az Istenhez üresen. Az mindig elvégzi a maga küldetését. Azt mondja, a tanár, de hogy nem, az igazgató úr. Kérdezik meg a tanárokat. És szól az ige. Ezt nem javasolta a püspök, nem javasolta az esperes. Egy egyszerű ember, akit az Isten megtérített a halál útjáról. És azóta hangzik az ige. Judás, ismerlek téged, és szeretnélek megmenteni téged. És ahhoz, hogy megmentsen az Isten bennünket, mindig tudni kell, hogy hol szorít a cipőm. Judás tudta, hogy hol a baj. Judás ismerte önmagát, de nem akarta megismerni azt a szerető urat, akinek a szeretetében fürdött 3 éven keresztül. Azért, mert neki volt egy másik társasága is. És ezt kellene letesztelni ma délután, hogy megőriztük a világi társaságot is Krisztus mellett, mert egyszer el kell ereszteni az egyiket. Nem lehet 2 nyársat a tűzben tartani. Az egyiket el kell ereszteni. És mindig azok buknak, azok szenvednek hajótörést, akik meg akarnak a világnak is felelni, meg az Istennek is. Lehetetlen. Lehetetlen. Ezt nem tudom.
tanította Jézus, és nem mutatott példát nekünk. Ő egy valakinek akart megfelelni mindig, az ő atyának. Nem felelt meg a papságnak, nem felelt meg az akkori ortodox vallásnak. Ő egy valakinek akart megfelelni. Azt mondja el a főpapi imájában, hogy atyám, előtt az óra, dicsőítsd meg a te fiadat, mert a te fiad dicsőített téged. És egyszer eljön a mi óránk is. Klárinak közel jött a halál az életéhez. El is engedte a földi dolgokat. Aztán az Isten könyörült rajta. Meddig nem tudjuk. De nem mondta az Istennek, hogy Uram, nem vagyok kész, nincs rendezve a kapcsolatunk. Nem ég a tűz az oltáron, égett a tűz az oltáron. Judás nem kért segítséget Jézustól, noha látta, hogy milyen hatalommal rendelkezik. Judás ott volt a tengeren, amikor lecsendesítette a tengert egy szóval, és elállt a szél. Judás ott volt a Lázár sírjánál, ahol a szagos, bűzlő foszlásnak indult Lázár, kijön a lábán. Ő látta a csodát, látta az isteni hatalmat, az isteni erőt, az ember feletti erőt. Meg kellett volna vallani a bűnt, és kérni rá a bocsánatot. Mert azzal kezdődik ez a 13. rész, vacsora közben, amikor az ördög belesugta már Iskáriótes Judásnak, a Simon fiának szívébe, hogy árulja el őt. Már megvolt a terv. Ez már le volt beszélve a papsággal. Belesugta. Azt olvastam tovább, hogy a falat után belement a szívébe. Beköltözött a falat után. Tudod, miért mehetett bele a szívébe? Mert Judás tudta keleti emberként, hogy a legkedvesebb barátja kapja a falat. És ez mindnyájunkat figyelmeztet, engem is és titeket, hogy az úrvacsorai kenyér, a harapás kenyér, meg az egykor bor Krisztus barátunk van elkészítve. A szövetség vére, a megtört test, a kiomlott vér, a Krisztus barátai élvezhetik, a legkedvesebbek. Őrizzen meg az Isten, hogy kenyeret együnk nagy pénteken. Habár Kárpátalján nem sok helyen úrvacsoráznak nagy pénteken, mert mintha nem a haláláról emlékeznénk. Érdekes ez is, ugye? Húsvétkor feltámadás a halálra való emlékezés. Kellene nagypénteken is úrvacsorázni, mert akkor emlékezünk meg a haláláról, hogy valaki odaállt az Isten haragja elé, és Judás tudta, hogy Krisztust keresztre fogják küldeni, és ő társ volt benne, és nincs erő kiszállni magától. A mai igényben olvastuk, vagy a tegnap igényben, hogy nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Nálam nélkül nem lehet kijönni a bűnből. Szabadítóra van szükség. És mivel Judásnak Jézus nem ura, mert nem vallotta urának, ezért marad a bűnben. Súg az ördög, a falat után bemegy a szívébe, utána meg parancsol. Tudod, az ördög csak egy darabig súg. Amikor engem meggyőzött, akkor elfoglalja a szentek szentjét orvul. Elfoglalja a szentek szentjét orvul. Elfoglalta a szívet. És mikor elfoglalta valakinek a szívét, parancsol. És kiment az éjszakába. Elment az örök sötétségbe. Amikor a vacsora után Jézus megyen a Gecsemánéi kertbe imádkozni,
tudás hozza a csapatot. Hozza a templomőrséget, hozza a római kivégző osztag katonáit, és Jézust viszik vallatni. Ez egy tanítvány, aki mindezt megszervezte a háttérben. Testvérek, csak azért süllyedhetett ilyen milyen mélyre Judás, mert nem volt átadva az élet. És az életemet nem tudom uralni. Az életemet tönkre tudom tenni Jézus nélkül. És a tönkretett életemmel tönkre tudok mást is tenni. És erről beszél a múltunk. És ezért lépett be az életünkbe Krisztus, hogy ezután ne ezt tegyük, hanem szabadulni, mosakodni, tisztulni a bűnből. A lábmosásnál szól a figyelmeztetés. Ti már tiszták vagytok egy kivétellel, és Judás tudta, hogy róla van szó. Ő nem merítkezett be a halálába Krisztusnak. Az ördög csak egy ideig súg. Aztán honfoglalás, és utána átveszi a parancsnokságot. A bűneset az ismétlődik minden egyes ember életében. Megkívánjuk a bűnt, nem tudunk ellenállni, levesszük. És utána nem tudunk mit kezdeni a bűnnel. Pusztít. Pusztít apát, apa után pusztítja a fiát, talán pusztítja az unokát, a dédunokát. Láncreakció. Amikor a Gecsemáné kertben Jézus imádkozik, Judás hozza a csapatot. Amikor Jézust megkötözve viszik, akkor azt olvassuk az igében, a Máté evangéliumában, és megkötözvén őt elvivék átadák őt Poncius Pilátusnak, a helytartónak, akkor látván Judás, aki őt elárulta, hogy elítélik őt, megbánta dolgát, visszavitte a 30 ezüst pénzt a főpapnak és a véneknek, mondván, vétkeztem, hogy elárultam az ártatlan vért. Azok pedig mondának, mi közünk hozzá, te lássad. Egy biblikus bűnbánat. A Jézus ellensége megvallja a bűnét, és megvallja azt, hogy noha én ellensége vagyok a tövis-koronás királynak, nem találtam benne bűnt. Ártatlan. Ártatlan az Isten báránya, aki megyen nagypénteken a keresztre. Miért nem oldozták fel? Mert a munkaadók nem oldozhatták fel a bűn alól, akik maguk is a bűn cinkosai voltak. Judásnak voltak munkaadói, az akkori egyházi vezetők. És az egyházban mindig akadt pénz az ilyesmire. Akármilyen szükség van az egyházban, mindig van egy kis oldalpénz a besugóknak, a judásoknak, az árulóknak. És nem tud Judáson segíteni senki. Ezért kárhozott el Judás. Őről a biztosan tudjuk, hogy elkárhozott. Senki sem veszett el, csak egy a veszedelem fia. Miért veszett el? Mert nem szabadult meg az adott helyzetben. A felkínált lehetőséget nem használta ki, mikor adott volt. Testvérek, nem biztos, hogy a halálos ágyán lehet megtérni. Sokan megtérnek, de nem garancia. Nem nyújt garanciát az üdvösségre a templom. A templom vagy. Még a Jézus közelese garancia arra, hogy üdvözül mindenki.
Hát ha valaki közel volt az Úr Jézushoz, Judás közel volt. Mégis elveszett és elkárhozott. Sokan arra hivatkoznak, hogy jóban vagyok a pappal. És akkor mi van? És a pap kivel van jóban? Ő kivel van jóban? Még ha az Istennel jóban van is egy ige hirdető, az nem garancia, hogy a mellette lévő fog üdvözülni. Mindenkinek személyes döntés kell. Személyes állásfoglalás. És Judás állást foglalt. 3 évig égette a gyertyát idegen területen. És amikor az Isten szeretete lehajolt hozzá, hogy megmossa a lábait, akkor nem reagálta le, hogy mennyire méltatlan vagyok én erre. És nem kezdett el fájni a bűn. Amikor már fájt a bűn, akkor pedig akiknek megvallotta, azok nem tudtak segíteni. És hadd biztassak mindenkit, hogy tessék kijózanodni abból, hogy a gyónásban nem oldozódunk fel a bűn alól. Mert az pénzért történik, az üzlet. A bűnre egy megoldás van, a bűnbánat és a bűnbocsánat kérés. Megbánta a bűnét,